igazi zenei világsztár a következő vendégem, aki úgy kezdte, hogy 21 évesen vett egy gitárt, és nem egészen 6 év múlva megírta első slágerét, mely 5 héten át az 5. volt az amerikai slágerlistán, illetve már rögtön először Grammy-díjra is jelölték. De aztán hosszú ideig nincs túl nagy sikere, ezért zűlésnek is adja a fejét. Már-már fel akar hagyni az egésszel, de felesége sikeresen lebeszéli erről, s lám, hogy mindig a feleségeknek, a hölgyeknek van igaza, bizonyíték erre, hogy manapság az egyik legkeresettebb, egyszer s mint legjobban fizetett világsztár. Chris Reát jelentem be. Krisz, minden nap megszoktad köszönöm. Na, ezt akartam kérdezni, hogy ugyanezt a szót, de angolul, minden nap elmondod a feleségednek? Szóval minden nap megköszönöd neki? Vagy mondom-e minden nap ugyanezt a feleségemnek? Tudod, miért kérdezem? Always, always. Mindig, mindig. Hát ő mentett meg. No, I don't know why you're asking. Nem, azt nem tudom, miért kérdezed. Oh, yes, she did, yes. De igen, valóban ezt tette. Hogy ő mentett meg, ugye? Oh, yes. when things were going amikor a dolgok nagyon rosszra fordultak, 1981-ben, én csak nem bevégeztem. And they opened a restaurant. És éttermet nyitott. And she told me to give it one more year. És azt mondta, hogy adjunk még egy évet so neki. Nagyon bölcs tanács volt. Mondjuk, ha siker nem is volt gyors, de hogy megérdemelt, az teljesen biztos. Le tudod te mérni ma, hogy hol tartasz? Yeah, Hungary. Igen, Magyarországon. Krisztián, köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm én is. Oké. Okay. Yeah.